Bár kényszerszabadságra küldték a marosvásárhelyi Ariel ifjúsági és gyermekszínház munkatársait, a munkát nem hagyták abba. Minden este egy színész mond mesét a gyerekeknek, az erről készült videókat Facebook oldalukon teszik közzé. Február végén még a tervezett külföldi fellépéseikről beszélt Gavril Kadáriu, a marosvásárhelyi Ariel ifjúsági és gyermekszínház igazgatója. A koronavírus járvány miatt az előadások és a fesztiválok is elmaradtak, a munkatársakat kényszerszabadságra küldték. A munka azonban nem állt le teljesen. A színészek mesét olvasnak, az erről készült videókat a színház közösségi oldalán teszik közzé. Katika gyönyörű, karcsú tornyos várat rakott, Kubak tágas, lapos házat épített. Olyan ez, mintha a színész a mesefigurából kilépve, vagy a paraván mögül kilépve egy pillanatra, néhány perc erejéig a gyerekek otthonaiba beülne, beköltözne a fotelbe, vagy az ágy szélére, és elmondana egy mesét. Bízom benne, hogy ennyire közeli és jó élmény lesz ez mindenkinek. A kényszerhelyzet szülte lehetőséggel nem csak ebben az időszakban kívánnak élni. A járványhelyzetet követően is megőriznék az efféle online jelenlétet, mondja a színház igazgatója. Ezt a féle jelenlétünket, ezt bizonyos módon és felületeken meg is fogjuk tartani, mert jónak is minősül. Persze, hogy az előadásoknak, az élő előadásoknak a hiányosságát az csak előadásokkal lehet pótolni, és ezt nagyon reméljük, hogy minél hamarabb bekövetkezik. A marosvásárhelyi Ariel ifjúsági és gyermekszínház munkatársai a koronavírus járvány miatt a kaposvári és egy Balin szervezendő bábfesztiválról is lemaradnak. Amennyiben a kényszerszabadságot meghosszabbítanák, az a következő évadot is veszélybe sodorná, mondták el híradónknak a színház vezetői.